Kisfaludan újabb 260 háztartás számára nyílik meg a rákötés lehetősége az újvárosi csatorna hálózatra. Megtörtént ugyanis a terület részműszaki átadása. Az üzembehelyezési eljárás során rendben találták a most átadott szennyvízcsatorna szakaszokat. Ezzel megindulhatnak a rákötések. Ebben a városrészben, amint a Fejérvíz ugye üzembe vettem a csatornát és az átemelőt, ráköti az ingatlanokat, tehát az ingatlanok felől megindul a vízelvezetés, működésbe indul az egész rendszer. Bekapcsol a szivattyú, és amikor leszív egy megfelelő minimum szintre, akkor meg kikapcsol. Ez az az úgynevezett átemelő, ami segíti a szennyvíz tisztító telepre való eljutását. Két szivattyú működik itt felváltva, amik átpumpálják a szennyvizet. Kisfaludon és környékén ennek a mennyisége körülbelül 260 köbméter naponta. A csatornázás előtt ennek körülbelül a fele került a felszín alatti vizekbe, majd a Velencei tóba. Mostantól ez a szennyezés fokozatosan megszűnik majd, és a beruházás eredményeképpen javul a Velencei tó és a felszín alatti vizek minősége. Ezt követően, ahogy a rákötések megtörténnek, azok a talajszennyeződések vagy háttérszennyeződések, amik érték a Velencei tó vízgyűjtőjét, azok szépen lassan megszűnnek, és ezáltal egy nagy lépést tettünk ennek érdekében. A mostani átadással együtt a betervezett fehérvári területek 10%-án készültek el teljesen a munkálatokkal. A rákötések módjáról levélben értesítik az ingatlan tulajdonosokat, akik az üzemeltető Fejérvíz ZRT-vel együttműködve csatlakozhatnak majd rá a csatorna hálózatra.